Tavaly év novemberében jelent meg az a könyv, amelyet Erkárpáti Péter színművész alkotott, Élet az élet után, ez a címe, és ezt követően 8 dokumentumfilmben feldolgozza a halál közeli élményeket. Vele beszélgetek a következő percekben, köszöntöm a stúdiómban Erkárpáti Pétert. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket is. Színművész úr, nagy változások történnek általában az ember életébe bizonyos szakaszok után, az ön életében is volt egy ilyen változás, és ezt követően rátalált egy új útra, gyakorlatilag egy olyan témával kezdett el foglalatoskodni, amelyet talán kevesebben a világban. Hogy került ön a halál közeli élmények közelébe? Hát inkább fogalmazhatnék úgy, hogy visszatértem hozzá. Én 17 éves koromban olvastam Raymond Moody könyvét, talán sok kedves nézőnek ismerősen cseng a neve. Ő ugye egy amerikai pszichiáter, aki 60-as évek óta foglalkozott a halál közeli élmények kutatásával, és megjelentett egy könyvet ebből a címmel, hogy Élet az élet után, ez Magyarországon is megjelent, és én 17-18 éves koromban ezt olvastam, ezt a könyvet. Ebben a könyvben 150 olyan esetet ír le, amit a klinikai halálból visszatért emberek számolnak be különleges tapasztalataikról. És akkor én nagyon különösnek tartottam ezt a könyvet, és nagyon érdekesnek, hogy milyen érdekes, hogy visszajövő a klinikai halálból, szinte kísértetiesen hasonlókról számolnak be különböző emberek. Csak aztán az élet másfelé sodort. És amikor véget ért a munkám a televízióban, a televíziós sorozatban, akkor felszabadultak kapacitásaim, és visszatért ez a régi történet, annál is inkább, mert egy társaságban, egy baráti társaságban beszélgettünk erről a különös jelenségkörről, és arra gondoltam, hogy én a beszélgetés után majd alaposabban ennek utána nézni. El is mentem a könyvtárba, fölmentem az internetre, és legnagyobb meglepetésemre, úgymond hivatalos artikuláció nem találtam erről. Ellenben nagyon sok olyan volt, ugye, ami a vallási doktrínák, tehát a vallási megközelítések, abban a tekintetben, hogy különböző vallások hogy taglalják, hogy mi van a halál után, illetve nagyon sok ilyen spirituális weboldalt találtam. És nem értettem azt, hogy természettudományos alapról miért olyan nehezen érhetők el ismeretek ebben a különös jelenségkörben. Ezért aztán kamerát fogtam, és elkezdődött a forgatás, amiből aztán a könyvsorozat első része is már megjelent. Neves közéleti szereplőkkel készített interjúkat, no és persze olyanokkal, akik megélték ezt a halál közeli élményt. Gondolom, hogy mindegyiknek megvolt a maga élmény anyaga a maga módján, de mégis ilyenkor az ember egy kicsit visszafogottabban és hát tisztelettel hallgatja ezeket a történeteket. Volt-e valami hasonlóság, vagy különböző hasonlóság csomag, ha lehet azt mondani ezekben az interjúkban? Hát ugyanúgy, ahogy szerte a világon elérhető beszámolók alapján, így Magyarországon is a magyarországi honfitársaink átélői, tehát akik átéltek ilyen különleges élményt, ezek Magyarországon is kísértetiesen hasonlítanak egymásra, és független ez attól, hogy valaki vallásos-e vagy sem, független attól, hogy az átélő hány éves, mert már gyermekeknél is megvan a halál közeli élményeknek egy része, független attól, hogy melyik történelmi korban élt. Ugye különös, hogy a legkorábbi feljegyzések még ma is olvashatók a szakkarai piramisok falán, ezek több mint 3500 évesek, és amik ott ezekkel a hieroglif írásokkal le van írva, tudósok érdeklődését is különösen felkeltette, az kísértetiesen emlékeztetnek a modernkori úgynevezett HKE halálközeli élmény beszámolók elemeire. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy mindentől függetlenül ezek a tapasztalatok, amit az alatt az idő alatt szereznek az átélők, mikor a klinikai halál állapotában vannak, ezek valamitől ennyire hasonlóak. Különös, hogy ez miért van így. Azt hozzá kell azért tenni, hogy nem mindenki, akit visszahoznak, vagy visszakerül az életbe a klinikai halál állapotából, számol be ilyesmiről. Körülbelül 30%-uk, aki be tud számolni, a háromnegyed részük 70%-uk pedig nem tud beszámolni semmiről. Hát mi a konklúzió? Tehát ezek az emberek, akik megélték ezt az állapotot, hogy mesélik el mindezt? Élményként, megdöbbentő dologként, vagy egy kicsit átfestve a halálról alkotott eddigi képünket? Félve, szinte dadogva
mesélik el. A félelem abból fakad, hogy a nyugati világ előszeretettel leinti, bolondnak titulálja ezeket az élménybeszámolókat, legyint rájuk, ellenben a keleti világban tapasztalhatókat, távol-keletről beszélnek most, ahol ugye a testgyógyítása mellett a mentális rész gyógyítása is ugyanolyan fontos. Itt minden nyugati orvostudomány is, megkockáztatom, persze azért vannak kivételek, mint pedig a nyugati társadalom inkább betudja annak, hogy bolond az illető, és akkor kiállítja róla a diagnózis, hogy terhelt az illető. És nyilván ennek tudatában nem is szívesen hozzák szóba ezt azok, akik átéltek valami ilyesmit. Ez teljesen érthető. Aztán, hogy miért dadognak, mikor ugye a filmsorozatban is látszik, meg a könyvsorozatban is, mikor arra kérem őket, hogy próbálják meg összehasonlítani földi szavainkkal azt, amit ők tapasztaltak, akkor keveresik a szavakat, nem nagyon van, nagyon nehezen fejezik ki magukat. Pont azért, mert ugye a metafizikai világra nekünk a Földön nincs szókészletünk, és azt mondják, hogy olyan, mintha, meg úgy nézett ki, mintha, és ezért nagyon nehezen beszélnek. Ugyanakkor ez elég erős érzelmi felindulás is, mikor ezt újraidézik magukban, és megtisztelnek azzal, hogy a kamera előtt elmondják ezeket a különös tapasztalataikat. Ők mindig a hatása alá kerülnek, és természetesen a néző is a hatása alá kerül ezeknek a történeteknek. Olvastam, hogy az egyik ilyen halálközeli élményt megélt ember gyakorlatilag úgy írja le az egészet, hogy olyan jó volt ott, hogy nehéz volt visszatérni. Tehát valahol egy élményt is jelentett számára. Erről beszámoló emberek, akik átéltek ilyet, ezeknek ugye ez a 30%, amit mondtam, ennek a 30%-nak a 10% az, aki negatív élményeket tapasztal, mert ilyen is van. Csak erről még nehezebben beszélnek, nem szeretnek róla beszélni. Viszont a túlnyomó többsége, tehát a 90%-uk pedig olyan környezetet ír le, olyan boldogság érzetet, olyan szeretet élményt, olyan fény élményt ír le, amivel a földi boldogságot, a földi szeretett élményeket, szeretett kapcsolatokat nagyon halványan lehet csak összehasonlítani. Ugye az a fény jelenség, amivel ők találkoznak oda át, az nem mindenki a saját vallásának emblematikus alakjaként jelöli meg. Túlnyomó részt általában valami energiáról, valami mozgó, valami élő, hatalmas fényjelenségről beszélnek, ami mellé társul egy határtalan és leírhatatlan szeretetélmény is, amit nekünk nagyon nehéz megértenünk, mert még azt mondom, hogy mihez tudná hasonlítani, akkor mondja, hogy olyan szeretett kapcsolat, mint ahogy a Földön szereted a gyerekedet, szereted a szüleidet, a párodat, és a többi, és a többi. De hogy ez sokszorosan hatványozottabban élik meg. Valamelyik átélő azt mondja, hogy ott a szeretet az nem egy érzelmi állapot, hanem egy tudatos állapot. Nagyon különös. Tehát ugye is nagyon érdekes, hogy a fényjelenség az mindegyik ilyen visszaemlékezésben ott van. Hogy készültek ezek a riportok? Gyakorlatilag milyen szervezés előzte meg egy-egy ilyen felvételt, és mi az összkép, hogyha valaki leül most a Bohi mozi vetítőjében, és végignézi mindezt, mit fog kapni? Nagyon nehéz volt nekiindulni, mert ugye az köztudomású, hogy filmsorozatot készíteni, az nem egy olcsó mulatság. Ráadásul mondjuk egy ilyen témában furcsa mód a fogyasztói társadalomnak, amiben mi élünk, nem érdeke, hogy ezek az információk eljussanak, ezek az ismeretek eljussanak az emberekhez, hiszen ugye a mai világban, a mai világ miről szól, mit sugall felénk? Azt, hogy legyél örökké fiatal, ránctalan és szép, különben nem számít az embernek, halál olyan meg nincs is. Így aztán úgy is mondhatnám, hogy ez majd, hogy nem konyha pénzből indult el ennek a sorozatnak a forgatása. De vitt tovább a töretlen hit, mégpedig az a hit, amiből én azt gondoltam, hogy ezek valóban olyan új ismeretek, amit jobban lenne mindenkinek tudni, hiszen előbb-utóbb mindannyian szembesülni fogunk egy ilyennel, de persze nem biztos, hogy fogunk tapasztalni halálközeli élményeket, de minden esetre ugye mindenkinek van valamiféle elképzelt gondolata a saját valamikori halálát illetendő. És egyáltalán nem mellékes, hogy
ezt az odavezető utat, ezt milyen mértékű szorongással járja be az ember. Nagyon érdekes, hogy az új ismeretek hatására és az átélők nyilatkozatait ismerve, ez a szorongás, hogyha van is valakiben, ez minden esetben árnyalódik. Ez eléggé különös, méghozzá ezt úgy jön létre ez az árnyalódás, hogy semmiféle pressziót nem alkalmazok akkor, mikor a tényeket felteszem a filmvázorra vagy a belőle készült könyv lapjaira. Azt gondolom, hogy a nézők szeretik azt, mikor nincsenek befolyásolva. Szereti azt a néző, amikor ő döntheti el, hogy mit gondoljon azok alapján, amit tényként lát. És sikerült talán lekopogom ezt a sorozatot és a belőle készült könyvsorozatot is úgy kialakítani, hogy semmiféle súlyozottság nincs benne. Tehát ebben a sorozatban ugye nem csak átélők beszélnek és szakértők, hanem közéleti embereket is megszólaltattam. Tehát ebben a sorozatban épp úgy benne van a szkeptikus Vágó István véleménye, mint ahogy Jókai Annáé, vagy Vekerdi Tamásé, vagy Pap Lajos professzoré, akik egyébként nagy örömmel beszéltek együtt, gondolkodtak együtt velem ebben a témában. Tehát mindenféle vélemény ott van, így aztán a néző vagy az olvasó maga döntheti el, hogy ő mit is gondol, hogy gondolja újra ezeket a dolgokat az új ismereteknek a függvényében. Hogy van felépítve az előadás? Először van a filmvetítés, utána pedig a beszélgetés? Két részt vetítek az előadás alkalmával, az első és a második részt, és közben és utána is mesélek a forgatás közben szerzett tapasztalataimról. Ugye én ennek a témának úgymond hivatalosan nem is vagyok szakértője, meg nem hivatalosan se, de annyi vélemény, gondolat, sejtés, és hát az új kutatási ismeretek itt vannak a fejemben, hogy azokat én szeretném átadni azoknak, akik megtisztelik azzal az előadást, hogy eljönnek. Nagy élmény lehet utána visszahallgatni az embereket, hogy milyen hatással volt rájuk egyrészt az előadás, másrészt pedig a film összeállítás. Általában mi a konklúzió? Különös, hogy ugye az utcán az emberek ilyenről nem nagyon beszélnek. Pont azért, nehogy azt mondják róluk, hogy terheltek. Érdekes, hogy az előadás azt váltja ki belőlük, hogy sokkal nyitottabbá válnak, mint ahogy érkeznek az előadásra. És ők ott felállnak, és bizony elmondják, hogy az ő környezetükben, akár családtagjaikkal ezt és ezt tapasztalták, a másik azt mondja, hogy ő meg ezt és ezt. És akkor én, amit tudok erről, ugye nagyon sok átélővel is készítettem már interjút, amit tudok erről, azt megerősítem őket, hogy ez egyáltalán nem elszigetelt jelenség, hanem viszonylag gyakori. Erre a gyakoriságra csak egy példa, hogy az Egyesült Államokban 8 millió esetet detektáltak már, az Egyesült Királyságban is több milliós a számuk, magyarországi adatok nincsenek. Érdekes, 1990-ben, aki megnézte a Ghost című filmet, az általában nagyon mély nyomokat hagyott, és el is gondolkodtatta az embereket, hogy hát ha a lélek ott van, meg egyáltalán létezik, és utána pedig eltávozik, akkor az a mi életünkben hogy fog lezajlani. És talán egy kis alapja lehet ennek a mostani könyvnek és sorozatnak, és ugyanez a gondolat, hogy mi lesz a lélekkel és a lélekvándorlással. Ön hisz ebben? Én abban hiszek, hogy a test halálával a tudat, mint olyan, legalábbis az átélőkkel készült interjúk alapján, illetve a legújabb kutatási eredmények alapján kénytelen vagyok erre gondolni, hogy a test halálával, mikor már bomlásnak indul akár a test, érdekes módon, hogy klinikai vizsgálatokkal még mindig kimutatható a tudatnak a jelenléte. És ebben semmilyen hámanámá nincs meg ilyen lila ködök, hanem ezek tények. Ezek műszerekkel, földi műszerekkel mért tények, ami azért több, mint elgondolkodtató. Én ezért gondolom azt, hogy elképzelhető, hogy már nem az a tézis a prioritás, hogy a lét határozza meg a tudatot. Én inkább úgy gondolom ezt, hogy a lét de lehetőséget ad arra, hogy a tudat megnyilvánuljon. 21 gram, ugye? Nagyjából ez a mennyiség, amit kimutatnak akkor, amikor valaki elhunyik, és akkor gyakorlatilag a lelke eltávozik.
Ez a 21 gram, ez gyakorlatilag csak matéria? A 21 gram ugye arról van szó, hogy végeztek egy kísérletet, ugye egy 100 éves történetről van szó. Egy Duncan McDougall nevű amerikai orvos végzett egy olyan kísérletet, hogy vég elgyengülésben elhunytakat mért meg. Na most TBC-ben haldoklókról van itt szó, akik viszonylag ugye nyugodtan haldokolnak, ha szabad ezt így mondani. Egy olyan ágyat szerkesztett, ami egy nagyon pontos mérleg volt. És azt figyelte meg, hogy az exitálás pillanatában a testsúlya pontosan 21 grammal lett könnyebb. Na most miután ezeket a kísérleteket megismételték, és nem csak embereket mértek, hanem kutyákat mértek, egereket mértek, macskákat mértek, mindenhol egymásnak ellentmondó és össze-vissza eredményeket kaptak. Ezért én, amikor megkérdeztem ennek sokkal jobban utána néző szakértőket, többöket is, a filmben is megszólalak egyébként a mai nap, mindegyik ők azt mondta, hogy ez nem több, mint egy városi legenda. A test súlyvesztesége a halál pillanatában sokféleképpen magyarázható. Az első mindjárt olyan, hogy ugye abban a pillanatban, amikor beáll a halál, akkor megszűnik a bőrnek a felületi védő, van rajtunk egy ilyen védő zsírréteg, vagy nem is tudom, hogy mondjuk egy ilyen vékony zsírréteg. Ez mivel nem kap utánpótlást, ez abban a pillanatban már nem tud funkcionálni, és ez a hatalmas, ugye a testfelületünk, majdnem egy teniszpálya méretű, hogyha kiterítenénk, ez nagyon gyorsan elkezd párologni. De ez sem igazolja a 21 gram veszteséget, és ráadásul nem is, úgyhogy egyik pillanatról a másikra. Akik megpróbálták embereken későbbiek folyamán szintén nem akadémikusi szigorral ezt a kísérletet, idézőjelbe teszem kísérletet megismételni, szintén egymásnak ellentmondó össze-vissza eredményekre jutottak. Nem sikerült igazolni. Ez egy 1910-es évekbe datálódik ez a Duncan McDougall-es történet, utána lehet nézni. Egyébként én azt a konklúziót vonom le, hogy ez elég mélyen elmélyült ebbe a tudományákba, lehet ezt mondani, és nagyon sok ismeretlet egyszert. Ugyanakkor pedig kérdés az, hogy az a film vagy filmsorozat, amit ma is láthatnak a kedves bújjak és a térségből érkezők, ez hogy juthat el a nagyvilágba, minél több emberhez? Mert az egy dolog persze, hogy ön előadásra magával viszi. Nincs rá igény, hogy ezt mondjuk nagyobb országos televízióban mutassa? Nehéz, nehéz. A kereskedelmi televízióknál ugye az a helyzet, hogy neki kötelességük 20 percenként mindenféle reklámokkal megszakítani bármilyen adást. Tehát ez ugye benne van a szerződésükben. Na most ez egy olyan intim témának tartom, és annyira bensőséges, és talán mondhatom, hogy lebilincselő téma, mert annyira informális maga a téma is, ahogy nyilatkoznak róla, hogy nagyon zavaró lenne mondjuk egy halál közeli élmény beszámoló közben tamponreklámot nézni, hirtelen felharsanó hangokkal. Valahogy nem érzem méltónak, tehát itt ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy a közszolgálati televízióknál viszont nagyon zárt a rendszer, ráadásul ott ugye egy kicsit ilyen örökös átalakulás van mindenféle belterjes dolgokkal, és nem feltétlen mutatnak nyitottságot külső megkeresésekre. Én meg azt gondolom, hogy talán nem is ennek a kérdése ez, hogyha ők úgy gondolják, hogy vagy nem gondolnak semmit, vagy nem tudom, mit gondolnak. Én akkor még szeretném, hogy ez eljusson az emberekhez, és talán ez magyarázza meg maga a téma különössége, hogy már ha más módon nem is, de én nagyon szívesen elutazom mindenhova oda, ahol erre kíváncsiak, ahol szeretnének tudni egy olyan dologról, ami többet, amiről nagyon keveset tudunk, de még kevesebbet merünk róla beszélni, és tesszük mindezt úgy, hogy nem egyfajta ilyen súlyozott, presszionált módon akarnak hatni az alkotók, hanem egyszerűen a tényeket vázolják föl, és nem szeretnének befolyásolni se ebbe az irányba, se abba az irányba. Ez az egyetlen út egyelőre. Egyre
több, egyre rangosabb eseményekről is kapok meghívást, ahova én mindig örömmel és szívesen megyek el, mint ahogy Bújra is nagyon szívesen jöttem. És természetesen ugye ennek már több része is kész van ennek a sorozatnak, ma az első két részt láthatják a nézők, de hogyha tetszik nekik, vagy foglalkoztatja ez őket, én nagyon szívesen visszajövök 2-3-4 hónap múlva a következő részekkel, és tudjuk folytatni ezt a tulajdonképpen is sorozatot, de azt is el kell mondanom, hogy önmagában is ez a mai első és második rész az előadással együtt, ez egy kerek dolog, tehát nem szükséges feltétlenül a továbbiak ismerete. Tapasztalatom az, hogy annyira felcsinázza az embereket, hogy megkérik, hogy menjek vissza 2-3 hónapos idővel később, és akkor én szívesen visszamegyek később. Erkár Peti Péter engem felcsigázott, hát kíváncsian várjuk ezt a Bolyi előadást, és majd a folytatást is. Köszönöm szépen. Én meg köszönöm, hogy ezt elmondhattam.